No, hát akkor most, aztán tényleg nem húzom az időt, elhoztam a két poharat, általában mindenből többet szoktam, mert ugye Murphy úr itt van, és akkor kezdjük azzal, hogy veszi az ember az első bolonyai cseppet. Érdemes megnézni, hogy a bolonyai cseppet, hogy jól lehessen látni, kivilágítjuk, így, ugye jó? Na tehát, betesszük ide a bolonyai cseppet, én fogom, itt letöröm, és amint látják, a bolonyai csepp 1000 apró darabra törött, pedig a legvégét törtem le, egy kis darabkát szerettem volna letörni belőle. Na, azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. Ismételjük meg a kísérletet, akár ebbe az edénybe is megtehetjük, ide szépen beleöntjük a vizet, így, az üveg az leül az aljára, és akkor keressünk egy másik bolonyai cseppet, ez már megvan, és hogy miért megyek hátrébb, majd mindjárt meglátják. Na tehát, megfog... Bocsánat, köszönöm szépen, hogy szóltatok. Megvan? Tehát akkor ezt ide szépen betesszük. Itt letöröm, elképzelhet, hogy nem fog sikerülni, de az a dobozban van 70 darab. Tehát addig nem megy haza senki, amíg be nem jön. Fogom, letöröm. Jó, keményem, mint a fagyott kutyaláb. Ehhez két fogó fog kelleni. Ennek a vége ugyanis sokkal vastagabb. Tehát, akkor az egyiket megfogjuk itt. A Magyar Televízió itt volt, fölvette a kísérletet, és az üvegszilánk leverte a színszűrőt a kameráról. Tehát... Köszönöm szépen a figyelmet!